Tisztelt polgármester úr! Hát a helyzet az, hogy őseink egy nagyszerű szálláshelyet hagytak ránk, ami elbűvölő és alkotásra is ihlető. Én úgy látom. És most kérdés az, hogy ön hogy látja? Hogyha erdővidék ez a szálláshely, vagy egész Székelyföld, akkor természetesen csak egyetérteni tudok vele, hogy nagyszerű szálláshely, egy majdnem érintetlen természeti környezet, nyilván rajta van az embernek a nyoma itt-ott, de nem abban az értelemben, hogy teljesen megmásította volna, és egyáltalán nem abban az értelemben, hogy élhetetlenné tette volna. Főleg a mi vidékünk, erdővidék az ipari korszak után most még természetközelibb, mint ahogy kinézett ezelőtt 30-40 esztendővel. Ez valóban alkotásra inspirál, és megmaradásra kellene inspiráljon mindenkit, kicsitől nagyik. Tisztelt Uram, érdekes módon én már 16 éve, 18 éve járok ide be, és én most vettem észre azt, hogy bejövök ide, az emberek már a kapuban üdvözölnek. Bejövök ide a folyósóra, munkahangulati csend. Szóval ezt hogy kell elérni? Hát ez természetes. Nem ilyen kellene legyen egy hivatalban? Ez így van, de nem ilyen volt az elmúlt 16 évben. Arról nem tudok referálni. Örüljünk annak, hogy most ilyen, és hogyha a látogatóknak, az ügyfeleknek ez elnyere tetszését, ez számomra megelégedés. Minden lehetőségünk megvan arra, hogy még lakhatóbbá, szebbé tegyük-e várost a hozzátartozó falvakkal együtt. Van-e ennek valamilyen vezetés, technikai titka, vagy ösztönző titka? Titka nincs. Titka nincs. Jó. Dolgozni kell rajta, és ez a munkálkodás, ez a kommunikáció. Azt hiszem, hogy 2020 óta abban eléggé tudtunk változtatni, hogy nagy nyíltságot tanúsítunk az állampolgárok felé, transzparensek vagyunk, hiszen az önkormányzati ülések egytől egyig közvetítve vannak, tehát mindenki láthatja, hogy a döntések hogyan vannak meghozva a lakosságnak a javára, vagy hogyha kifogása van, akkor azt is észrevételezheti. A kommunikáció a hivatalos honlapunkon, illetve a Facebook oldalunkon, vagy az én saját Facebook oldalamon is elég gyakori, és mindkét nyelven, tehát románul is, magyarul is elég gyakran közöljük mindazokat az információkat, amelyekre vagy szüksége van a lakosságnak, vagy egy törvény írja elő azoknak a közlését, vagy pedig a saját örömünket osztjuk meg, hogyha sikerült valamit tovább tenni. Létezik egy polgári magva ennek a városnak. Tehát akármilyen rendezvényre megyek, mindig megjelennek emberek, akik sugároznak magukból egy fajta polgári attitűdöt. Baród nagy község volt, és még akkor, amikor Erdővidék közigazgatásilag nem tartozott egy helyre, akkor is ennek az Erdővidék nevű kistérségnek a valóságos központja volt. Nem csak azért, mert itt találkoznak az utak, hanem mert olyan intézmények létesültek, már ezelőtt 110 évvel ugye kórháza lett Baródnak, amely bevonzotta ide azokat az embereket, akiknek valamilyen teendőjük volt ezen a téren. És utána, azt is el kell mondani, hogy hát Baróton létesült középfokú is oktatás, középiskola. Jó. Annak a tanárai nagyon jelentős értelmiségi réteget képeznek, és ebben a pillanatban is a városban több mint 100 pedagógus oktat. A kórház személyzete 140 fő körüli. És hát természetesen vannak még mások, akiket valóban jelentős eseményről, másik eseményre viszont lehet látni, az arcuk ismerős, eljönnek a különböző rendezvényekre, eseményekre, kiállítást megnyitóra, tortom a önképzőkőre, és érdeklődést mutatnak a város ügye iránt. Elmondhatni azt, hogy e polgári szellem egy
jó erős polgári tartást nyújt Barótnak? Hát mindenképpen még valamit alakítani rajta, ugyanis azt is figyelembe kell venni, hogy Barótnak vannak őslakosai, amelyek magukkal hozzák, akik magukkal hozzák ezeket a polgári hagyományokat. Viszont a 70-80-as években Barót a bányavállalat miatt ugye fejlett duzzasztva máshonnan betelepültekkel is, Erdővidék többi falvaiból, vagy akár Sóvidékről, és azt tudjuk, a szociológiai tény, ez nem baróti sajátosság, hogy legalább két generációnak kell egymást követnie ahhoz, hogy szervesebben beilleszkedjenek az újonnan beköltözöttek a régi társadalom szövetébe. Most pillanatnyilag valóban a második generációnál vagyunk, hogyha a 70-es évektől számítjuk, és hát úgy gondolom, hogy még mindig kell néhány évtized, amíg össze tud állni egy barótinak, önmagát barótinak definiáló közösség. Mint polgármester, milyen visszajelzéseket kapott, amióta megnyerte a választásokat? Többségében pozitív visszajelzéseket kaptam, hiszen az emberek tapasztalták, hogy egyfajta megváltozott hangulat uralkodik a városban, és mindenképpen szeretnék pozitív kisugárzást nyújtani, nem önmagam, hanem az önkormányzat részéről. És azt hiszem, hogy ennek a legnagyobb hozadéka és a két évnek a legnagyobb eredménye, hogy megalkottuk és mindmáig fenntartottuk azt a folyamatos párbeszédet, amelyet az önkormányzati képviselők között létezik, ugye a frakcióvezetőkkel és a pártelnökökkel gyűlésről gyűlésre, vagy akár külön időpontokban is egyeztetek. Ez annak az érdekében van, hogy Barót önkormányzata ne konfliktusokról legyen híres és attól terhes, hanem konszenzusos alapon tudjuk megvitatni a dolgokat és meghozni a döntéseket, és a legtöbb jóváhagyott határozat, akár a mai három is, azt mutatja, hogy az önkormányzati képviselők egy megfelelően előkészített, megfelelően letárgyalt és megfelelően prezentált határozott tervezetre az áldásukat gyakorlatilag egyöntetően adják az esetek 99%-ába. Nem hangos konfliktusoktól Barót városa, és nincs is erre szükség, hiszen csak békében és egyetértésben lehet a fejlődés szekerételére húzni. Értéketámadások, negatív hangnemben beszéltek-e önnel vagy önről? Természetesen. De hát ezt nem is feltételeztem, hogy másképpen lesz. Erre felkészültem és ezeket fogadom. Voltak a tegnap, vannak ma és lesznek holnap is. A lényeg az, hogy a saját magammal bent egyenesben legyek, a lelkiismeretemmel és a fejvalóval legyek egyenesben. És hát természetesen a negatív kritikák, a romboló kritikák, a feljelentések, azok érkeznek, mert hát vannak olyan emberek, akik ebben lelik önmagukat megvalósítani, ám tegyék, én továbbra is megyek egyenesen előre azon az időn, amit eddig. A többség dicséri önt, miszerint a munkájába mindent belead. Tud erről, hogy ilyen visszajelzések jönnek számunkra is? Erről így nem tudok, tehát ezt így szemben nekem nem mondta senki, de hogyha ne talán valaki úgy gondolja, hogy ténylegesen dolgozom a városért, akkor annak örülök, mert én magam azt gondolom, hogy igen. Most ki lehet ezt fejezni órák számában is, de nem ez a lényeg, hanem azt látom, hogy azért vannak eredményeink, hiszen amit elmondtam, hogy ez alatt a két év alatt sikerült körülbelül annyi alapot megszerezni nemzeti és uniós forrásokból, amit nyilván a következő években költünk el, tehát nem valósítottuk meg, ezt nem mondtam soha. Igen. Amennyi a körülbelül eddigi két és fél évtizedben valósult meg Baróton, akkor szerintem ez reményekre jogosít fel. És itt még nincs vége, hiszen még további olyan beruházások várnak jóváhagyásra, és reményeink vannak, hogy ezeket jóvá is hagyják, amelyek alapvetően megváltoztatják a város középületállományának az arculatát és a műszaki felszereltségét. És ami jól esik nekem, hogy önkormányzatunk két év alatt 21 pályázatot nyújtott be, és ebből 14-et én magam állítottam elő, hogyha csak azt számítom, hogy mindegyik mondjuk 10 000 lejbe került volna, akkor ez már több mint 100 000 lej, amihez hozzá tudtam járulni azzal a szakmával, amelyet korábban gyakoroltam, és amelyet nagyon szívesen bocsátok a városlakók rendelkezésére.
életének elkövetkező szakaszát ennek a hivatásnak szenteli? Én egy 10 éves programot állítottam fel. Tudom, hogy a 10 év az nem kerek mandátum, az 2,5 mandátum, viszont a 10 év az egy megfogható dolog, és szándékosan nem igazítottam mandátumokhoz, hiszen én nem azoknak az éveiben gondolkodom, hanem programokban gondolkodom, és ha azt mondtam, hogy ha az előző 10 évhez hasonló lehetőségek lesznek, akkor a következő 10 évben, amelyben ugye már 2 év eltelt, akkor azt a programot megvalósíthatónak látom. Nyilván ezt kell tudni, hogy egy ilyen hosszú időtáv, hiszen 10 év az már hosszú táv, az már nem is középtáv egy önkormányzat vezetésében, mindig lesznek olyan dolgok, amelyeket nem lehet megtenni, és lesznek újak, amelyeket ha bár nem vettünk bele a programba annak idején, egyszer csak azt látjuk, hogy támad rá egy lehetőség, amelyet sikeresen meg tudtunk célozni, és megvalósítottuk. Nyilván, hogy 4 évenként mérleget vonnak az emberek, és annak az elbírálásnak elébe kell állni, de azt gondolom, hogy ha azt a 10 évet dolgozhatom körülbelül ezzel az erőbedobással, ezzel az eredményességgel, akkor alapjaiban változtatjuk meg Barót elmúlt 3 évtizedben ismert arculatát. Milyen jellegű pályázatok voltak? Minden pályázat ez egy beruházás, aminek van egy konkrét meghatározott célja, és egy objektumra irányul. Ezek mind ilyenek. Az első pályázat, amelyet megírtam, az a bölcsődére vonatkozott, és ezt meg is nyertük. Aláírtam a finanszírozási szerződést, durván 2 millió euró értékben, hazahoztam Bukarestből, itt van nálunk. Én írtam, és a minisztérium keretében dolgozó országos befektetési társaság tervezteti, adaptálja a tervet a megfelelő, általunk felajánlott helyre, és hogyha minden igaz, akkor 2024 őszére kell elkészüljön ez a bölcsőde. Az iskolával kapcsolatban írtam ilyen pályázatot? Természetesen, tehát a Gál Mózes általános iskola összesen, most gyorsan megszámolom, hét épületére tettem le pályázatot. Ez magába foglalja a régi tornatermet, a műhelyépületet, a régi iskolát, a mellettünk lévő iskolaépületet, a Bibarcfalvi, a Köpec és a Felsőrákos iskolákat. Ezekre mindegyikre benyújtottuk, és nagyon remélem, hogy mindegyiket meg is nyerjük. És ezt 2026. júniusáig kell befejezni, de reméljük, hogy hamarabb be tudjuk fejezni, azért, hogy olyan helyszínét nyújtsuk az oktatásnak, az általános iskola számára, amelyet egyrészt könnyebb lesz fenntartani, hiszen kisebb energiaszámlák jönnek, másrészt pedig ezek az épületek teljesen új arculatot is kapnak, hiszen műszakilag is felújítjuk őket, épületgépészet szempontjából is felújítjuk. Kellemes környezete kellene legyen itt a tanuló ifjúságnak, és a tanároknak is nem utolsó sorban, hiszen nekünk munkahely, és akkor várhatunk el egy alkalmazottól egy jó teljesítményt, hogyha a munkahely is úgy van kiképezve, hogy abban könnyen és örömet lehet tud dolgozni. De ugyanakkor a lícium épülete is ugye folyamatban van az építése, most már a vége fele járunk, és ebben a tanévben el fog készülni teljes egészében, úgyhogy a középiskolások is egy vadonatúj, mostani hőszigetelési együtthatókkal rendelkező épületet kapnak, egy tágas, 5 szintes épületet, amelyben még több gyerek is elférne, hogyha volna, és remélem, hogy ez az épületi adottság és az a felszerelés, amit szintén kapnak, ad egy olyan impulzust a középiskola diákjainak és tanárainak is, amely segítségével az eredmények is jobbak lesznek, mint a mostaniak. És talán a diákok száma is. Azt is reméljük, igen. Hogyan jellemzi a városnak a belpolitikai helyzetét? Belpolitikai helyzet, hát erről az előbb már beszéltünk, hogy ez ebben a pillanatban azzal a jelzővel illethető legjobban, hogy nyugodt. De most nyilván fél időben vagyunk, és a fél idő az egy specifikus idő, hiszen egyrészt a tervekről az emberek hallottak, megvalósítást még nem láttak. Ennek a mandátumnak a keretében benyújtott tervekről. Másrészt pedig a fél időig még el szokott tartani az előző választás eredményeinek a tudomásul vétele. Természetesen egy évvel később ez egy sokkal felbojdultabb világ lesz majd a jövő ősszel, de én próbálom megőrizni
hogy ebben a hajóban mindenki az evezőt egy ritmusra húzza, mert akkor tud előre haladni. És azok a folyamatos egyeztetések, amelyeket a pártokkal, a frakciókkal megteszek, ezért pontosan erre irányulnak, hogy az önkormányzat többsége legyen részese a döntéseknek, alaposan tudja megfontolni ezeket a döntéseket, és támogassa, tehát tartsa a sajátjának mindazokat a lépéseket megteszünk, hiszen ha magáinak tartja a döntést, a döntés következtében megszülető eredményt, az szerintem mindenképpen egy pozitívan feltöltő és előrelévő dolog. Magyar emberek összközössége alkossa ezt a várost. Attól függetlenül mindenki, ha annak tartja magát, ami az, az nem baj, az az ő dolga, de az elsődleges cél az az legyen, hogy becsületes, jóhiszemű, valódi magyar polgár legyen. Igen, tehát a pártfrakciók mindenképpen léteznek, hiszen a politikának ez a strukturáltsága, ez teljesen egyértelmű önkormányzati szinten is. A lényeg az, hogy a frakcióhoz való hovatartozáson túl tudjunk olyan objektív célokat megállapítani, amelyet mindenki magáénak érez, és attól függetlenül, melyik frakcióban politizál, vagy akár függetlenként hogyan politizál, úgy találja, hogy az a határozati előterjesztés, amelyet az asztalra leteszek, az támogatandó, hiszen az nem egy embernek, nem egy kis résznek, hanem a nagy közös egésznek az előremenetelét szolgálja. Tehát tulajdonképpen akkor így közelebb is kerülnek egymáshoz ezek az úgynevezett frakciók vagy frakciót képviselő emberek, mert hát egy összközös munkán vesznek részt. Igen, mindig ez az elvárásom, és azért is hozom össze a frakcióvezetőkkel és a pártelnökökkel a gyűlést, amire nem nagyon van példa, hogy független polgármester ezt megtegye, de következetesen, konzekvensen ebből egy jottányit nem engedve megteszem hónapról hónapra, hiszen nem szabad elidegenedniük egymástól az embereknek, a folyamatos párbeszédet fönn kell tartani, és ezt ebben a keretben próbálom megvalósítani. És természetesen még sok mindent kellene, mert hát a terveim mindegyike nem tud megvalósulni, vagy nem tud megvalósulni, tehát még jobban össze kellene rázni az önkormányzati képviselőtestületet ahhoz, hogy ki tudjon alakulni egy még közvetlenebb, melegebb, vagy mondhatom azt is, hogy barátibb viszony, hiszen sok minden azon is áll, nem csak a plénumon, nem csak a plenáris gyűlésen, hanem azon is áll, hogy az emberek két gyűlés között a magántalálkozásaikban, beszélgetéseikben milyen véleményt alakítanak ki egyik vagy másik lépésről. Ugye egy városnak nem csak belpolitikája, nem csak tartása van, hanem van egy úgynevezett lelki jelenléte, lelki állapota. Hogyha sikerült úgy kifejeznem magam, hogy átmenjen ez a kérdés. Igen, azt hiszem gondolom, hogy miről van szó. Az erdővidéki ember egy picit zártabb, mint Székelyföld más vidékén élő. Most nyilván nem mondom mindegyes falura, ez nem érvényes, de hogyha a nagyobb városok környéki zónákat veszem, Sepsiszentgyörgy és környéke, Csíkszereda és környéke, Udvarhely és környéke, akkor úgy gondolom, hogy ehhez, ezekhez képest a baróti és az erdővidéki ember egy picit zártabb. Van ebben fizikai indok is, hiszen valóban messzébb vagyunk, tehát mi 10 perc alatt nem tudunk beszaladni egyetlen nagyvárosban sem. Míg a nagyvárosok, nagyobb városok környéki települések ezt 10-15 perc alatt megtehetik. Tehát mi egy órai autóútra vagyunk a fontos városoktól, Udvarhely, Szereda, Szentgyörgy és Brassó. És amikor elmennek oda az emberek, akkor azt látják, hogy látogatástól látogatásig egy jelentős fejlődést valósítanak meg, hiszen jóval nagyobb városokról van szó, jóval nagyobb gazdasági erővel és önkormányzati befolyással, és ezért, amikor hazaérnek és bejönnek a mi kisvárosunkban, akkor egyfajta kisebb rendőrségi komplexust, vagy pedig frusztrációt tapasztalunk. Ezt én magam is így látom, saját magamon, persze. És nem most, hanem az elmúlt évtizedekben is. És ez a helyzet egy picit változik, hiszen most arra gondolok vissza, hogy amikor, tegyük fel, Kolozsvárról jöttem haza, ezelőtt
15 évvel. Igen. És 100 magyarosnál letértem az E60-as nemzetközi útról, akkor onnantól egy órát döcögtem a gödrös kátyus aszfalton hazáig. Szerencsére ez most már megszűnt, és ezért a megyei tanácsnak ez a két projektje, amivel a 122-es, 131-es utat megjavítja, ez megnyitja a közlekedés, a szállítás előtt is az utat külső vidékekre, és én remélem, hogy ezzel párhuzamosan az embereknek a lelkén is nyit egyet, hiszen hogyha könnyebben, egyszerűbben, kényelmesebben, gyorsabban elérhető egy másik város adta szolgáltatás, és onnan, amikor jön haza az ember, akkor nem érzi azt, hogy kulturálisan, meg infrastruktúrálisan lépcsőkkel esik le ennek rátér a mi helyérdekű kicsi útjainkra, akkor úgy érezzük magunkat, hogy mi is ahhoz tartozunk, ahhoz a világhoz, hiszen az útunk olyan jó, legalább. És hogyha mellé tudja az önkormányzat rendelni mindazokat a fejlesztéseket, hogy az egészségügyi szolgáltatásunk is olyan jó legyen, az iskolai oktatásunk is olyan jó legyen, a szociális szolgáltatásaink is olyan jók legyenek, és ezen túl a közösségi szervezés, a közösség szövetének a szövedéke, a sűrűsége is megfelelő legyen, akkor én nagyon remélem, hogy egy olyan állapotba jutunk el, amikor a baróti vagy az erdődéki ember megállapítja, hogy nálunk is minden vagy majdnem minden van, ami nagyobb városokban, de nincsen az a zsúfoltság, az a stressz, az a környezetszennyezés, az a dugó az utakon, az a hajszolt élet, hanem szeretném, hogyha itt a mi környékünkön meg tudnánk valósítani mindazt, ami az életminőséget emeli, annélkül, hogy magunkkal vinnénk azokat a koloncokat, amely máshol, ahol az életminőség nagyobb, valóban koloncként, teherként jelentkezik. Hát igen, vagyis ez az életminőség, hogy nagyobb, ez olyan relatív ilyen szempontból, hogy az erdővidéki ember netán-netán mindjárt elmondhatja magáról, hogy én egy kicsit elzártabb helyen élek, de ennek óriási nagy haszna van. Igen, egy ilyen kisebb elzárt vidéknek nyilván a hátrányai mellett vannak előnyei is, és én a nyugodtságot veszem figyelembe. Többször van összehasonlítás a között, hogy mennyi egy átlagkereset mondjuk Bukarestben, és mennyi Kovászna megyében. És ha Kovászna megyét veszük, akkor azon belül erdővidék nyilván még alacsonyabb. Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy a költségi oldalon is hol drágább élni. Bukarestben, vagy pedig Baroton. Tehát valamit valamiért. Nyilván, hogy az lenne az ideális, hogy az erdővidéki átlagkereset bukaresti szintű legyen, és az átlagkiadás pedig valamivel alacsonyabb, mint amilyen most Baroton. Viszont ezt nem lehet megoldani. Ezzel együtt azt gondolom, hogy akinek van egy kicsi lokálpatriotizmus a szívében, és itt el tudja képzelni a saját életét, a család életét, és esetleg a munkahelyét, vállalkozását, annak itt van lehetősége erre. Lehet, hogy nem lehet egyből, vagy nem lehet azon a színvonalon élni, mint egy városban. De nem kell vinni azokat a koloncokat sem. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Egy három gyerekes család Budapestről kiköltözött egy vidéki városba, mert rájöttek, hogy ha három gyereket három iskolába el kell vinni minden reggel, három iskolából el kell vinni minden délbe, és a három gyereket három fajta foglalkozási délutánonként legalább egyre, ha nem kettőre, hétfőtől szombatig el kell vinni a város különböző részére, akkor rájöttek, hogy napi több órát ülnek csak az autóba, hogy eljussanak A-ból B-be. És ugyanezeket a szolgáltatásokat, nagyjából ugyanezeket, ugyanezen a színvonalon megkapták egy kisebb városba, de ott már A-ból B-be csak 5-10 percet kellett autózzanak, és nem egy 3-4 órát. És ez volna az előnye, hiszen most nézzük meg, az egy jogos igény, hogy lehessen mondjuk három vendéglő között válogatni, hogyha el akarok menni. Az is jogos igény, hogy legyen egy uszodám. De nem szükséges 30 vendéglőnek rendelkezésre állni, és nem szükséges két uszodának és még egy akvaparknak. Tehát ezért mondom, hogy az életminőség alapvető szintjét el kell érni, és az önkormányzat is ezen dolgozik, hiszen a lehetősége azért korlátozott, megvannak, de korlátozottak, hiszen joga van sok mindenre, de pénzügyi lehetősége, fedezete csak kevésre. Azt viszont el kell érni, hogy minden olyan dologból,
ami egy életminőség befolyásoló tényező, egy objektummal rendelkezzünk, és az elfogadható szinten működjön. Az életminőségnek ezek az alapvető szintjei, hogy legyen az oktatás a bölcsődétől az érettségig biztosítva helyben. Ez a mi feladatunk. Igen. Legyen biztosítva az egészségügyi ellátás a családorvosi rendelőtől kezdve a bizonyos szakbeavatkozásokig, és nyilván nem fognak itt agyműtétet végezni, de legyen olyan kórházunk, amelyben az alapdiagnózis gyors és biztos felállítása ne legyen kérdés, és utána viszont gyorsan és biztosan lehessen eljuttatni a pácienst arra a helyre, ahol megoldják azt a problémáját. Legyen uszodánk, legyen strandunk, legyenek bicikli útjaink, legyen a kerülőút a városban, hogy ne kelljen a teherforgalom átmenjen a város központján, legyenek parkjaink, játszótereink, ne legyen kátyus az aszfaltutunk, tehát ezek az alapminőségek, amelyeket meg kell valósítani. Igen, tehát tulajdonképpen ugyanaz, mint miniatűrben a többi város, csak éppen annyi, hogy az emberek vegyék észre, hogy nekik így a jobb. Ezt is lehet mondani. Mi a véleménye a fiatal, az újabb fiatal generációnak a szerepvállalásáról? Nagy szükség van a fiatal generáció minden téren, hiszen az idősebbek, mint ahogy mi is vagyunk, bizonyos dolgokban már megrögzött szokásaink vannak, és vannak olyan kitaposott vágányok, amelyből már az ember már 40 esztendős kora után sem szívesen tér ki. A fiatalok azok, amelyek a fejlődésnek a kulcsa, és a fiataloknak egy adott tömeggel is kell rendelkeznünk. Éppen ezért a szomorúan látom, hogy nagyon sokszor végzős évfolyamoknak a 70-80%-a eltűnik a városból. Igen. Hogyha eltűnik mondjuk egy egyetemen, vagy egy külföldi munkán, de megvan a szándék, hogy visszajön, akkor ezzel nincs semmi baj. Hiszen ez ezelőtt is így volt, hogy tanulni peregrinációba, tapasztalatot szerezni, el kell menni arról a helyről születtél. A kérdés az, hogy mi tudunk-e olyan alternatívát nyújtani, hogy amikor számításba veszik azokat a helyszíneket, ahova véglegesen letelepedjenek, családot alapítsanak, akkor barótot, erdővidéket is feltegyék erre a palettára, és opcióként mi is, ha nem is első, de második, harmadik tételben szerepeljünk. És adjuk-e hozzá, tudjuk-e hozzáadni azt az egyedi dolgot, amit mások nem tudnak hozzáadni, hogy itt, az itteni társadalomba be van szőve sűrűn, család, rokonság, osztálytársak, barátok, valamikori kollégák révén, illetve még egy dolog, hogy a történelem és a kultúra ide köti, hiszen el lehet menni bárhova, ahol jóléti társadalmak működnek Nyugat-Európában, vagy azon is túl, el lehet menni és lehet használni annak az előnyeit, viszont nagyon nehéz, ha egyénként lehet is boldogulni, közösségként ott nagyon nehéz beilleszkedni. Hiszen ott is érvényes az, hogy kell minimum két generáció, amíg oda tartozónak fogják érezni magukat az ottaniak. Ha a tervezett tempóban haladunk, akár egy mintaváros is lehetne barót. Messze vagyunk attól, hiszen mindenkinek van egy tempója, és mindenki azt beszeretné tartani. Nem lehet azt mondani, hogy mi utolérünk bárkit. Mi az önmagunk elmaradottságát kell felszámoljuk, és azt a pontot kell elérjük, amelyről azt gondoljuk, hogy ott van a mi helyünk. Nem fogunk jobbak lenni, mint a környező városok, hiszen mindenütt az ottani önkormányzatok és az ottani polgármesterek azon dolgoznak, hogy gőzerővel haladjanak előre, használjanak ki minden lehetőséget, amely rendelkezésre áll, tehát nem fogunk utolérni senkit. Viszont a magunk helyét el kell érnünk. Pillanatnyilag mi nem itt kellene álljunk. És az erőfeszítéseinek egy része arra irányul, hogy hozzuk be az elmaradást, és most ebben a pillanatban azt kell körvonaloznunk, hogy hol akarunk állni, tegyük fel 2030-ban, és azon kell dolgoznunk, hogy 2030-ban valóban nem egy idealizált, elképzelt világban, hanem valóban azon a reális ponton legyünk, amely minket megillet, amely a mi erőnknek megfelelő
kihívásokat tartalmaz, és azt gondolom, hogy ezzel az önkormányzattal, mely most van, és ezzel az erővel, ezzel a lendülettel, és ezekkel a lehetőségekkel, amelyek fennállnak, ezt el is fogjuk érni. Igen, tehát tulajdonképpen Barót ne a többi várossal versengjen, hanem az önmagához mért igényeket úgy tudja kielégíteni, hogy ő saját maga belül elégedett legyen, hogy egy kulturált jó kisvárosban él. A helyzet hasonló ahhoz, amit a pedagógusok a diáknak szoktak mondani, nincsen egy objektív 10-es szint, hanem minden diáknak és minden egyénnek van egy maximum. A kérdés az, hogy azt a maximumot el tudjuk érni. Tehát a mi konkrét lehetőségeink, erőforrásaink, ami benne van, anyagi, pénzügyi, humán erőforrás is, maximális mozgósítását el tudjuk érni. Mert ha el tudjuk, akkor arra a pontra helyezzük a városunkat, amely megilleti. Értem. Hát tulajdonképpen ezeket a kérdéseket szerettem volna feltenni. Nagyon szépen köszönöm, hogy szánt ránk időt az Erdővidéki Televízióra. Sok sikert kívánok az elkövetkezendőkben. Köszönöm szépen a kérdéseket és a lehetőséget, hogy mindezt elmondhattam az Erdővidéki Televízió hallgatói és nézői előtt.